minden hagyományt legyőz a gyász, a tiszta feketében játszik a hétvégén a Ferencváros, tisztelegve aranylabdás Albert Flórián emléke előtt, közben kijelölték a legrangosabb futbaldi idei várományosainak listáját, múlt és jelen keveredik mindjárt a stúdióban Juhász István doktor, olimpiai bajnok, a Fradi mindhárom nemzetközi kupadöntőjének résztvevője, és Bánki József, csatornánk dódi szak szakkommentátorunk, aranylabda császárság emlékezés és latolgatás együtt. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggel, szervus, jó reggel. Na most 1967-ben, amikor ebben a szakaszban voltunk az aranylabda választást illetően, akkor már lehetette számítani, számítottatok erre, rá, hogy Albert Fórián lehet a győztes? Hát gondoltunk rá, mert 1966-ban a világbajnokságon nagyon jól játszott, és utána, utána is szenzációs éve volt. Ugye akkor megnyertük a bajnokságot, és nem volt olyan csapat Európával, akitől féltünk volna, és ez az ő vezényletével lett ilyen erős ez a csapat. E, arra emlékszel, Pista, hogy hogyan értesültél végül is magáról a győzelemről, és hogy hogyan ünnepelt a társaság? Azt, azt hiszem, hogy éppen egyző voltunk, amikor hát hozták a hírt, hogy a Flori nyerte meg a Európa legjobb játékos a címet, de én azt mondom, hogy ezt nem lehet csak Európára leszűkíteni, én azt hiszem, hogy a világon a legjobb játékos akkor abban az időben ő volt. Ő volt, ugye Brazíliába is meghívták vendégjátékra, hiszen csodálták, hogy amit művelt ellenük, és amit művelt a világbajnokságon, és utána is figyelték így a bajnokságukat, meg a nemzetközi porondon is, amit, amilyen jó játszott. Mivel emelkedett akkor a császár, az akkori győztes a nemzetközi melény, mezőny fölé, Dodi? Hát a hihetetlen eleganciájával, a futball arisztokratája volt, és amit Pista is itt mond, hát a Brazíliába hívták bemutatóra, oda abba az országba, ahol a vállalati sofőr is labdazsonglőr tulajdonképpen, ez mindent elmond a képességeiről, de az életben is ugyanilyen elegáns volt, mint a pályán. Soha nem nézte a labdát. Fönt volt a feje, fönt volt a karja, iskolát teremtett a mozgásával, a gondolkodásával. Hát hihetetlen, meg az, az egész egyszerűen az az egész Fradi, szóval egy vargazolival, meg Flóri bácsival. Hát csodálatos csapat volt, máig büszkék vagyunk mi, utódok tényleg csak a legnagyobb tisztelettel beszélhetünk erről a gárdáról. Most ugorjunk megint kicsit vissza az időbe, három nap ilyen 48 éve volt, amikor Juhász Pistával fenyegették meg a császárt, akinek akkor a térde fájt, Mészáros József, az edző igen. pedig az akkori fiatal utánpótlás reménység szüleihez kiutazott, és azt mondta hogy nem kell felébreszteni, reggel majd a felnőtt csapatnál jelentkezzen. Aztán jött egy mérkőzés, hát igen. nem sikerült rosszul. <laughs> nem sikerült rosszul, ott kint találkoztam a faradipályán, mentem a nővéremmel a, a ifi meccsre, és akkor mondták, hogy a Flori sérült a Flori a Rákosi Gyula és a Novák Dezső. És akkor, hogy valószínűleg, nem tudja vállalni, még próbál, próbál, megpróbálja a meccs ha nem jó a lába, akkor én fogok játszani helyette. Hát jött be és mondta, hogy nem jó fáj, térde a tér, azt hiszem. Ekkor az orosz odatta az ő cipőjét, mert nem volt cipő, azt mondták, hogy abba a cipőben, ami nekem volt, abban nem mehetek ki a pályára. És az orosz odatta, két száma nagyobb cipője volt, és azt mondta, hogy nem kell csinálnod semmit, ez majd tudja, hogy mit kell csinálni. Hát bekötöttem a cipőt, és akkor remegve ugyan, de mentem, ki. mikor hallottam a bemondó, mondta a nevemet, mindenki nagy húzással, a, hogy, hogy mit, nem, mit játsz, nem, a nem játszik, alatt. a Flóri, igen. De hát hál' Istennek, akkor abban azon, ahol egy meccsen jó helyettesítettem, és négy gólt rúgtam, mikor második golomat rúgtam, ott ült a Dodobácsék mellett, a Kapu mellett, és ő szaladt oda, és áttölelt, is. Hát jó esett. Hatalmas pillanat volt. Hét a nagyobb cipő a császára fiatal játékost átöleli, hát körülbelül ilyen korszak volt. Tényleg nehéz erről beszélni most múlt időben a császáról. Téged utána hátra vont és így végül is együtt játszottatok hosszú éveken keresztül, és az edzőnek lett igaza. Így mindenki jó járt, te ugye minden kupa döntőben ott voltál, végig játszottad ezzel a csapattal, ugye Flori pedig aranylabdás lett, Jasin, Denis Ló, Eusebio, Bobby Charlton. ne is soroljuk tovább a neveket, pedig tudnánk. Melyik mostani jelölthöz lehetne az ő játékát hasonlítani, itt egyébként hétfőn már próbáltunk erről beszélgetni Fenyvesi doktorral, Göröcs Jánossal és Géci Pistával és fölvetődött például Messi, meg fölvetődött a régiek közül Gerd Müller, Müller neve is. Hát hogy lehet-e hasonlítani őt, nem hiszem. Ő alakra is, ő jobban lábbal, technikával, fejjel annyira föléjük nő a mostaniaknak, hogy egy, azt mondhatnám, mint Budapest-New York, olyan távolságra vannak, ezt a mostaniak, én nagyon sajnálom a mostani nézőket, akik nem láthatják őt, Gerd Müllet, vagy Beckenbohert, vagy Krojfot, vagy ezeket a játékosokat, akik annyira jó, annyira nagy világlasszisok voltak, hogy a mostani... Cristiano Ronaldo, vagy a Messi, vagy pedig hát bármelyiket, akit úgy tényleg istenítünk, mert jó játékosok, ezek nem jöhettek volna a Flóri közelibe. Uh -huh. Ezt én mondom, aki tíz évet játszottam vele, és aki a pályán, mikor mentünk a pályára, még megadta nekem nem egyszer az utasítást, például Honvéd ellen játszottunk, azt mondta Pista, tudod, hogy a Marosi meg a, a Tusinger az engemet fogott hátul gyötörni. Na most én majd elviszem őket egy kicsit hátra, kiviszem a kapu elől, ahogy hogy jössz, majd ível lőd a fejemre labdát is, ne állj meg. Jöttem, láttam, hogy elviszi a labdát, fejre fejére íveltem, elém fejelte, és olyan egyedül voltam is a Bicskei Bercivel, hogy nem volt nehéz berúgni a labdát, és ezzel nyertünk három-kettőre. Szóval azt mondom, hogy ő nem csak <kül> mind játékos, hanem látta a dolgokat szinte előre már a meccs, a meccs előtt is. Hát mert hogy a futballt azért, ahogy azt Sebes úszás is mondta, a vál fölött játszák. Hát ő meg, ő meg, aztán ritka nagy intellektussal rendelkezett Flóri bácsi, és ezért nem is értem, szóval egy Gerd Müllerhez hasonlítani, már nem akarom megmenteni a német nem. nemzet bombázóját, de, de hát, azért ez hibás szemben. A maximum Varga Zolihoz lehetne hasonlítani, de azt meg mi nem hasonlítjuk, mert nem teszünk különbséget, inkább hálát adunk a Jóistennek, hogy két ekkora klasszist adott a Ferencvárosnak, és mind a, mind a kettő, én már az, az összes radiszurkónak az öröké valóságot jelenti, meg, meg azt, azt, a, azt, a, hatalmas élményt, amit a játékukkal adtak. Pótolhatatlan veszteség, Flóri bácsi. Tehát, szóval ilyen, ilyen elegánsan futballozni talán, talán Beckenbauer, ez aki németeknél volt császár, talán Cruyff, de nem szabad összehasonlítani. Egyedi és megismételhetetlen volt. És egyetértesz a tekintetben is Pistával, hogy a maiak minden kitűnőségük ellenére, azzal a generációval, ezekkel az említett nevekkel nehezen említhetőek egy lapon? Maximálisan. Maximálisan, de azért, azért, azért sem szabad, mert más a futball. Azért egészen más a futball. Ahogy Flóri bácsi tátócájjal nézte, Kocsis Sanyit, mert imádta a rajongva, imádta, és a régi fradi ugyanígy vannak, megváltozott a futball már Flóri bácsi idejében. Félpályán megkapta a labdát, kiszlalomozott. Manapság azért ilyet nagyon ritkán lehet látni, tehát maga a futball is egészen más irányt vett, de, de azért maradjunk annyiba, hogy száz évente születnek ilyen klasszisok. A mostaniak közül szerintetek ki érdemli meg, és ki fogja megkapni ezt az idei aranylabdát? Hát, én messzire szavazok. Igen? Én messzire szavazok. Nagyon jó játékosnak tartom. Mit szerez benne? Azt, hogy gólképes, nagyon jól cselez, nem reklamál, nem hisztizik, Egyszerűen, mikor ő a pályán van, csak azzal törődik, ami az ő szakmája, ami, amiért őt beállították. Neked akkor nagyon fontosak ezek az emberi momentumok? Nagyon. Is, amikor nagyon, nézel egy játékos. Hogy hisztise, hogy Igen. Ő nagy kép. Nagyon, mert azzal, sőt, a hosszú hajúak, meg, ezeket soha nem szerettem. Ezek mind akkor szögletnél, mind elkezdték a hajukat simogatni. Nem vagy egy Ibrahimovics Már... rajongó, hogy úgy mondjam. Tessé... Nem vagy egy Ibrahimovics rajongó. Nem, abszolút nem. <laughs> Szerint csendes, Csendet, de végez azt a munkát, amire, amire be, beállították. Messzire Amit... szavazol? Én messzire szavazok. Dodi? Ez a töb... Egyébként ez a többségi vélemény, tehát én is azért hallom, itt Magyarországon, mert uh, Cristiano Ronaldoban több a hiszti ugyanakkor kevesen ismerik, és én is látom néha tényleg visszatetsző, ahogy ő viselkedik a pályán, de a pályán kívül egészen más a fazon. Tehát, de, 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 hát ezt nem, mi szerencsések vagyunk, mert láttuk a pályán kívül, ahogy megy, autogramokat osztogat, hogy a szurkolókkal bánik. Szenzációs futbolista. Nagyon meglepődnék, ha nem a kettejük közül kerül neki az aranylabdás, mert lehetne itt még Csavit, Iniesztát, Ibrahimovicsot, de akár aguero vagy David silva vagy schweinsteiger vagy Mario Gomez-t, akit a képen látunk, a Schweinsteiget de, de én azt hiszem, hogy kettőjük közül fog kikerülni, ha nem, aki nem rá, rájuk szavaz, az szerintem önmagára akarja fölhívni az az újságíró a figyelmet, mert itt normális esetben szerintem Messi és Ronaldo között kell, hogy eldőljön. Utolsó kérdés, nem jó jel az, hogy Messzi, a Messi körüli rajongás egy kicsit azt is jelzi, hogy hiába van ekkora nagy marketing a futball körül, meg, a, meg az extremitások annyira érdeklik a nézőket, de mégis talán, szóval nagyon sokaknak bejön, bejön ez a fajta letisztult egyszerűség is, amit te is Pista kiemeltél, Igen. hogy miért Igen. szereted őt. Igen, én, <coughs> én őrrel szavazok és, és én nekem ő a játékos. Ő viszi én. leginkább tovább a tradíciót, én a hagyományt? Az, én azt hiszem. Én azt hiszem, és a labdarúgás is a pályán, ő testesíti meg a legjobban, hogy mikor sokszor látni, hogy a tizenegyesinál, vagy valami fölrúgják, az egy szót nem szól, megy tovább. És igen, ez a játék, nem kell sem a nézőket, a, őnek általában 80-90 ezer néző nézi, plusz a televízió több millió néző, hogy ezzel hívja fel a figyelmet. Viszont kapja a labdát, rúgja, lekezel, és bevágja a hosszú sarokba. Igen, ez. Habár voltak olyan klasszisok, akiknek a csípőretet kezet is megengedjük, így van. De hát, de még, igen, nem, nem, bár igen. még mindig. Hát volt öt perc alatt, mikor eldöntötte Fradia a Floria meccset. Öt, nem egyszer. öt perc alatt, nem, egy, nem egyszer, nem kétszer. És nagyon-nagyon nagyon sajnálom. Uraim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és emlékeztünk együtt.